A Székesfehérváron egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Ugorj be most egy szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négyszereplős színházi játék a Vörös Marti Színház színészeivel. Az I-generációért egyesület rendezésében megvalósult legutóbbi előadás teljes bevételét, azaz 101.500 forintot, ezúttal a Kríziskezelő Központ kapta meg. A munkának mindig a gyümölcse mégis az a legfontosabb, és a mai napon hát ugye az Ugorj be most előadásunkon gyűjtött 101.500 forintot adjuk át jelképesen, és hát a Kríziskezelőnél azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó helyen lesz, és nagyon örültünk annak, hogy így a képviselő úrral ugye mindig együtt tűzzük ki a célokat, és itt azt gondolom, amikor ezt ő javasolta, akkor mindannyian egyöntetően azt mondtuk, hogy oké, csináljuk és szívesen. Varga Tamás országgyűlési képviselő véleménye szerint a pénz a legjobb célokat fogja szolgálni a Kríziskezelő Központban. Zsabka Attiláék nagyon-nagyon fontos munkát végeznek. Székesfehérváriaknak fontos, a hajléktalanokat segítik, ebből a pénzből is étel lesz, mint a korábbi adományból, és nagy örömmel hoztuk, és mindig segítünk, amikor tudunk, és köszönjük szépen a munkájukat. Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője köszönetét fejezte ki az adomány kapcsán, ami azért is jön különösen jól, mert számukra a tél egy kritikus időszak, ilyenkor pedig kiemelten fontos az utcán élők ellátása. Mindenképpen az utcán élők ellátására fogjuk ezt költeni. Nagy valószínűséggel félkész étel konzerveket szeretnénk vásárolni belőle, mert azt folyamatosan tudják osztani, illetve szükséges is, mert ugye azt legalább el lehet tenni, tartós élelmiszernek minősül, és a hétfő szerda péntekenként, amikor a teajárat indul az utcások ellátására, akkor ki tudják vinni, elosztják majd azt a mennyiséget, amit ebből tudunk vásárolni. Zsabka Attila hozzátette, hogy számukra és az utcán élők számára bármilyen jellegű adománya nagy segítségnek számít.